Na sziasztok, Csámeg és jelentkezett a következő ébredő rész. Ezúttal a Greiterfürttel vagyunk, és mint láthatátok az elmúlt két napban, megnövegedett az ébredőrök száma. Ez annak köszönhető, hogy a héten mi be akarom fejezni a normális részeket, szóval a csapatokat. Láthatjátok, hogy Greiterfürtt van még itt nekünk kettő, egy Frankfurt, egy Hamburg, egy Legia Varsó, egy Hannover, valamint egy Bursaspor-unk van még. Ez ugye még nagyon sok csapat, szóval sietni kell, nem sokára 17 demo is lesz, nem sokára jön ki a rendes 17. Előtte be akarok mindent fejezni, és hát igen, így a Greiterfürttel vagyunk, ahol már két magyart is köszönhető, Megyeri Balázs, valamint Korcsmár Zsoltot is. És hát igen, ez egy ötvédős rendszer, nem túl attraktív pozíciókkal, de hát igyekszünk azért minden megtenni, hogy egy gól nélküli meccset lehúzzunk, ez nem volt túl jó mezválasztás a részünkről. Na mindegy, ellenfelünknek pedig nem más van, mint egy Bundesliga csapata, Neuer, Piszczek, Toprak, Bartra, Rodriguez, Gustavo, Gündogan, Bender, Bellarabi, Csicsarító és Sürle. Hát. Ötvédő, megnézzük, hogy mit tudunk tenni ötvédővel. Lehet, hogy unalmas 0-0 lesz. Igen, a mezválasztás nem volt az igazi azért. Azt beláthatjuk szerintem mind a ketten. És itt van Sörk, akivel nagyon sok feladat fog hárulni ezen a két meccsen. Például ilyesmi, jó beadást tegyen! Zuli! Két perc telt el, és még csak nem is tudtam elkezdeni a kommentálást. Sörk beadása után Zuli fejárt a kapuba, 1-0 az állás a harmadik percben. Ez igen, így kell meccset kezdeni. Sukálót meg már ismerik, azt elfelejtettem az elején elmondani, Sukáló ugye ismerős lehet mindenkinek, aki már régebb óta követi ezt a sorozatot. Nagyon szép Korcsmár. Ő volt az, aki az 1860 Münchenben is Simon Krisztiánnal is játszott. Csicsarító nem passzolja be Sürlének, de nem is lőheti el. Megyeri. Vajlet, így is. Már van belőle elég baj. Bender lövi. Megyeri. Bellarabi belövi. Sajnos nincsen meg az a goltalanság. Ezt Megyerinek szem illet volna fognia mondjuk. Még egy apró benfentes info a résszel kapcsolatban, hogy ezt már háromszor fel akartam venni. Ebből egyszer nem tudtam, mert az EA szerverei elmentek. De előtte kétszer megpróbáltam megvenni Sörköt, mert Sörknél csak két rosszabb védő van, akik mind a ketten bronzok, őket még nem akartam. De nem volt Sörk a piacon, és így Sörkre egyszer be kellett ruháznom, amikor jó drága volt, és hát innen lett Sörköm, szóval ajánlom neki, hogy még sok gólpaszt adjon, vagy védekezzen nagyon sokat, mert miatta csúszott ennyit ez a rész. Bevallom őszintén, ez elég komikus eddig, mert a passzok 80%-a nálam is, meg nála is rizikós. Még ez most nem volt az, ez most látta szerintem, hogy jó helyre adja. Igyásul le, aki nem a leggyorsabb. De megint lemegyünk itt a szélén, megint egy jó beadáshoz hosszúra. Zuj! Zuj most éppen fölé fejeli, de gyönyörű beadás volt. Majdnem sikerült azt. Megyerinek már 5 védése volt, ami nagyon jót jelent nekünk, mert ugye 8 fölött meg is van, meg is vagyunk talán. De sukáló szerel, Zuj. Zuj visszahúzza Piszczek mellett, Zuj! Neuer véd. Sörk, nem tudja szerelni Sürlét, és így mehet a kontra. Bellarabi megfutja Lámot? Nem, Lám leszereli, de aztán visszaszerzi Bellarabi. És Korcsmárt is átveri most, Bellarabi. Megyeri bravúros védése. Első fél idő hosszabbításában jöjjön a szöglet, és jöjjön egy kontra, még talán belefér. Bellarabi, nagyon szép, Korcsmár tud megindulni, de lefújják az első fél időt. 1-1 az állás, egy korai zújfejes után Bellarabi egyenlített egy kipattanóból, de mind a két játékosunkkal szerint elégedett lehetek. Szóval nagyjából meg tudjuk fogni azt a Bellarabi Sürle párost, de Ettől függetlenül nyerni szeretnék, és támadójátékban még van hova fejlődni. Piszczek most viszont vissza tudja adni. Korcsmár blokkol. Korcsmár nagyon jól játszik, eddig ő is tartja azt, hozza azt, amit szeretnék tőle a válogatottba is. És egy beadás, és egy kifejes Korcsmár, ezt is elintézi Zuj. Zuj viszont már nem nyeri meg a saját maga fejpárbaját. Bender lő! Megyeri kapufa! Kapufára üti. Sörk elrúgja. Még ha nem is nagyon messzire, mert ez megint lövő táv Gündogánnak fölé megy. Gustavo.
És Megyeri bravúrosan védi ezt a lövést, nem tudom ki eresztette meg, Bender volt az megint. Bender sokat veszélyeztet. Bell Arabi beadására. Zuj. És Zuj kilép! Ricardo Rodriguez óriásit hibázik, Zuj az utolsó percben eldöntheti! De! Mekkora ajándéklabda volt ez, te jó Isten! Jézusom! Na ez tényleg ajándéklabda volt. Ez, hogyha befejezi Zuj, mennybe megy. Két gólt lőtt volna az elején egyet, a végén egyet. Bella Rabi. Ó, gyönyörű blokk. Caligiuritól, és vége a mérkőzésnek. Pontosabban csak a rendes játékidőnek jön a hosszabbítás. Hát itt az új a végén akkora dráma lett volna ebből az egészből. Nem is hiszem el, hogy... Já... Nem tudok mit mondani. Tényleg. Azt mondom, hogy folytassuk. Nincs jó állapotban a csapatunk sajnos fitnessileg. És igazából csak egy gólt kaptunk, szóval annyira nem voltunk tragikusak. Kihasználja a harmadik cserét és komolyan jön be Sürle helyett. Nójának kellett védeni. Ez szép lövés volt Glaskától. Az nagyon veszélyes volt. Toprak fejelt mellé. Így is majdnem a mennybe ment. Fél idő, hosszabbítás első felének vége. Gyors csere, megyünk is tovább a második felével. Vannak szép játékok kifejezetten a meccs alatt, de... Hát igen. Ez nem mindig jön ki sajnos. Svábú énelje a labda. Sörtnek meg kéne verni a komand. Kocsmár megint dob. Kocsmár tanárjá játszik egész meccs alatt. Ha elviszük 11-esekig és ott nyerek, én esküszöm mondom, Kocsmár lesz szerintem a meccsembere. Vagy Megyú. Kocsmár megint tudott blokkolni, és még egy szöglet lesz viszont. Azért Caligiuri tudjon szerelni, és vége a rendes játékidőnek. Büntetőkkel fog eldőlni ez a fantasztikus mérkőzés, amit nem kezd más, mint Zuj. Jobb felsőbe lövöm. Maga biztosan be is lövi, és Megyeri áll a vonalon, picit mozog, megpróbál megtéveszteni Balbuénát, balra lövi, így is van, Megyeri kivédi az első 11-est. Azemi, és középre lövöm, így is van, újra elmozdult, nem baj, Azemi belőtte. Bakka lövése. Ezt most gyönyörűen belőtte Bakka, mondjuk ennek nem volt Nem volt sok esélyem, Sarrer, bal felső. Nújjel rossz irányba vetődött szerencsére. Command, kivizi Command, megint picit mozgunk. Balra lövi. De kicsit későn indult el Megyeri, de ettől függetlenül ő még hős lehet. Gyásula most jobb felső, megint. Nújjel középen maradt, szerencsére. Én eltaláltam az irány, Bella Rabi megint, hiszen balra fogja lőni, nagyon-nagyon érzésem van. Bella Rabi, balra lövi, Megyeri kivédi, meg is van, Megyeri Zsolt, már megint azt mondom, Megyeri Balázs eldöntötte a mérkőzést, és hát igen, ez egy nagyon jó mérkőzés volt, nem tudom mit mondani, kibédekeztük, kibekkeltük Kocsmár és Megyeri vezérletével, aztán a Megyeri a 11-es párbajba is hős lett, két megfogott 11-esén, berúgta mind a négyet. Nagyon kellett ez a mérkőzés, nagyon jó volt ez a mérkőzés, Greuther-Fürthnek, és Sörk is. Hát azért nagyjából tudta hozni, amit akartam. Nézek is mindjárt rétingeket. Na itt is vagyunk, nem rétingeket nézünk, hanem azt, hogy kikerült be réting alapján. Van egy ilyenünk a kapusoknál, 10 fölötti védés, az 16, megvan. Clean sheet nem volt sajnos, man of the match, ez megvan, Megyeri lett a man of the match. 8 egész fölötti besülés, 9,3 Megyeri Balázsnak megvan. Kocsmár Zsoltnak 8 sikeres szerelés, sajnos ebből csak 40, 10 fölött szerelési kísérlet nem, gól nem, finish it nem, man of the match nem, de 8 egészes rating és 8 egész vagy a fölötti besorolás, ez is megvan, mind a ketten a csapatba kerültek, gyönyörű meccs, nagyon jól játszott az egész csapat, és megyünk is tovább szemben a másik mérkőzésre, már nagyjából tét nélkül picit támadóban megpróbáljuk megnézni, úgy milyen ez a Greuther-Fürth. Na itt is vagyunk a következő mérkőzéssel, ahol Griezmann védőbe van, Cuadrado a középső csatár, Pinilla és
Ayu a két szélső, ez egy igen vegyes csapat, de hát itt van Fan Hal velünk akkor ezek szerint, meglátjuk, hogy mit hoz ki ő a mérkőzésből. Griezmannra kíváncsi lesz egy belső védőnek, mert jó kis gyors gyerek, de fizikailag annyira nincsen felépítve, szóval azért annyira csak nem lesz szerintem fantasztikus, meg a védekezése aztán az... Sörk! Sörk beadás! Ó, Azemi! Az előző meccsen semmit nem csinál, most majdnem ollózott egyet. Hoppá, Griezmann felkerült. Előre, így van. És megy is szerelni. Megyünk szerelni. Lemina. Sukálót megelőzi ott az emberét. Azemi, Azemi leteszi. És egy gyönyörű lövés, Stepovski. Sarner, Azemi, valami csináljunk már! Les. Zuj lesen volt. Kisebb tűzijáték ellenfél kapuja előtt, de Zuj lesen volt. Megint gondolom, az lesz a szokásos. Nagyszerű. Na, olvastuk. És Zuj meg is kapja, aki nem a leggyorsabb ugyan. De a védőről le tud szakadni, mert a védője az nagyon elment világgá. És Azemine be tudja passzolni, aki be is passzolja a kapuba. 1-0 az állás. Zuj passzából, Azemi a két csatár összjátékából. Megvan az első gólunk, gyönyörű. Eddig ez nagyon-nagyon fantasztikus. Jasulá, fél idő van, 1-0 az állás. Eddig kifejezetten jól játszunk, Várszem több helyzetet be kéne lőni. Folytassunk mindjárt második félidővel, amit Pinidáig kezdene meg. Quadrádóval, Quadrádó például megint megcsinálja a szokásos cserét, és megint bedőlött neki, de mellé lőtte. Ajú, megforgatta megint a védőt. Szépen játszik az ellenfelünk, és ezt most ki is gurigázták. Quadrádó a gólszerző, 51. perc. Hát igen, ezt most szépen kigurigázták, ott oda lehetett volna egyszer csúszni, de nem csúsztam. És egy gyönyörű indás Azemi felé. Jön a kapus. Alányos Azemi. Ez gyönyörű volt. Kicsit kocog és ilyen alányos és Azemi gól. Hát ez tényleg szép volt. 2-1 ezzel ide. Azemi eddig a különbség a két csapat között. Nem tudjuk, de lám. Lám egy bepassz. Zuj még egy bepassz. Ne! Gásula, miért nem lőtted, de nyomtam a lövést. Ne! Ez nagyon kellemetlen. 3-1 lehetett volna, eldölt volna itt a kb. A mérkőzés. Sörk. Azemi be tudja futni a Lemina. Nincsen összhangja. Azemi belövi a rövidbe, Mester 3-as. És tényleg eldönti a meccset, Sörk gólpassza után. 3-1 az állás, 74. percben. Greuterfürth eldöntötte. És ebben ők is 2-2 társasághoz tartoznak. Gyasulá. Gyasulá az ittszerben mellé lövi. Gyasulának nem a befejezés az erőssége. Ennek ellenére ő is nagyot ment ezen a meccsen. 87. perc. Zuj. Azemi. Azemi vissza tudja tenni Zújnak. Zuj eldöntheti az egész meccset. Az egész részt lezárja Zuj. Ahogy kezdtük, úgy végezzük, Zuj góllal, közte volt. 3 gól, igen, mert csak ők szereztek gólt meg, ő szerezgett gólt meg, Azemi. Azemi most visszaadja a kölcsönt, valószínűleg ebben man of the match lesz. 90. perc, vége, eldőlt, nincs tovább. Igen, Stepovski, vége a mérkőzésnek, végre 4-1 lett a végeredmény, Azemi megkapja a meccslabdát, ezt itt láthatjátok, a koszovói születésű Azemi. És... Igen, nézzük azért még gyorsan, hogy Megyeri Kocsmárnak semmi nem volt meg. Se védés, se szerelés, semmi, mindegy, az előző meccsen mindent elintéztünk szerencsére. 677 coin, vége, és nézzük is meg, hogy mi lett a eredménye ennek az előző meccsnek, meg ennek a meccsnek, hogy milyen változások történtek a magyar válogatottnál. Itt is vagyunk, Megyeri és Kocsmár is bekerült a kezdőbe, ugyanakkor Megyeri ki is kerül egyből, Bogdán lesz a kezdő, de Megyeri lesz nekünk itt a fantasztikus első számú cserekapusunk, ő játszani fog biztos az EB-n, Kötelesnek és Gulácsinak is szeretnék szerepet adni, és így már alakul a kezdő, a válogatott, a kezdővédelem megvan ugye a kapussal együtt, meg a jobb szélső is, meg ugye a teljes középpálya, még itt bal szélső és támadó poszton lesz operálás.
És hát akkor köszönöm szépen a figyelmet erre a részre, hogyha tetszett nektek ez a videó, dobjatok egy lájkot, hogyha nem, dobjatok egy diszlájkot, írjátok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Következő részben még az gyorsan hozzáfűzném, hogy a fantasztikus Eintracht Frankfurttal leszünk, ahol Huszti Szabolcs van. Ugye ő menet közbe került bele a játékba, de négy csillagos cselezés és egy kifejezetten jó játékos. Ennyi lettem volna, én Csanád voltam, sziasztok!